Juhász Tibor, az MTK utánpótlás szakág vezetője augusztus 13-án Szeghalomra érkezett, hogy a Német Labdarúgó Akadémia programja alapján szervezett focitáborban játszó gyermekeket meglátogassa. Egész napját a fiatal futballpalántákkal töltötte, figyelte a délelőtti koordinációs edzést, és megtekintette a délutáni egymás közötti játékot. A centerpálya gyönyörű, szívesen tartanék itt bármikor edzést, azt gondolom, kicsit irigykedünk is erre, de inkább azt mondom, hogy örülök neki. És az a másik benyomásom, hogy nagyon lelkes kollégák dolgoznak, nagyon, olyan kollégák dolgoznak együtt, akik szeretik egymást, szeretik a sportot és szeretik a gyerekeket, és a gyerekek pedig nagyon lelkesek szintén, ez az első benyomásom. Az utánpótlás nevelés azt gondolom, hogy nehéz helyzetben van, nincsen annyira megbecsülve, nem jut annyi pénzforráshoz, mint amennyire szüksége lenne. Most általános ez a véleményem, persze vannak különböző műhelyek, ahol talán jobban helyzet, de általában azt gondolom, hogy nem használjuk ki még azokat a lehetőségek, amelyek ezen a területen lennének. Nagyon kevés ideig voltam egyelőre a sporttelepen, de én az az általános tapasztalatom, hogy tehetséges, ügyes gyerekek mindenhol vannak. Helyzetbe kell őket hozni, esélyt kell nekik adni, és akkor képesek szárnyalni. Az MTK szakág vezetőjét Hegyesi László Gyúró is elkísérte, aki több szállal kötődött még játékosként a Sárvíti térséghez. Tulajdonképpen Békéscsabári Tarsóból jöttem ide ki 1980-ba, és 83-ig voltam itt. És ezen a három év alatt nagyon sok olyan élményem volt, ami talán a több csapatoknál voltam, mert több csapatnál voltam. Ennél szebb éveimet nem is akarok, vagy nem is tudtam eltölteni, mert annyira közvetlenek voltak az emberek, szerették egymást, és mindig csak a jóra tudok visszagondolni erre az időszakra. Hát az igazság, mivel hogy igaz-e 30 évet lejátszottam, én mindig a szakma ugrik be először is nekem, hogy a gyorsaság, a rúgó technika, fejelőkészség, és akkor hát utána, hogyha van egy probléma, akkor már tudom, hogy ha egy térsérülés van, akkor hogy hova kell nyúlni, milyen kenőcsöt kell ráalkalni, vagy kitanultam ezt a szakmát, és erre nagyon büszke vagyok, hogy az MTK-nak nagyon sokat tudok ebbe segíteni. Elég nagy a konkurencia már, mert több akadémia van rajtunk kívül, és azért mindenki mozog, de azért még úgy érezzük, hogy még az első helyen vagyunk olyan szempontból, mert szeretnek hozzánk lenni a srácok, de jól egy gyönyörű akadémiánk van lent Agárdon, és nagyon-nagyon komoly szakemberekkel, és tulajdonképpen, ha bárhova elmegyünk, különösebb probléma nincsen, szívesen látnak bennünket, és amennyiben olyan tehetséget láttunk, talán ha választani kell, akkor azt mondom, hogy az MTK-t választják még most is.